9 órára fog ide érkezni a Nemzeti Földalap képviseletében 3 köztisztviselő, akinek az a feladata, hogy lebonyolítsa a kishantossal kapcsolatos átadás, átvételi folyamatot. Nagyon nagy dolog az, hogy most már 140 civil szervezet csatlakozott a nyílt levelünkhöz, amiben követeljük kishantos megmentését. Az összes úgynevezett nyertes, akik törvénytelenül nyertek pályázatokat, hatalmasabbnál hatalmasabb terepjárókkal, mint egy farkas horda követett minket végig ezen az úton. A Nemzeti Földalap képviselői időnként oda mentek hozzájuk, és külön tanácskozást folytattak velük. Majd a végén, anélkül, hogy tőlünk átvették volna a területet, anélkül, hogy mi aláírtuk volna, hogy átadjuk, anélkül, hogy a mi indokainkat, hozzászólásunkat, feljegyzésünket meghallgatták volna, anélkül, hogy a mezei leltár egyáltalán átvették volna, ugye tárgyalásról, megegyezésről itt még szó sincs, ők ott helyben, a tábla szélén aláíratták a papírt a nyertesekkel, hogy ők most átveszik a földet. Azt a földet, amit mi még át sem adtunk nekik. Tehát innen kezdve háború indul. Ezek a magyar állam vagyonát kezelik. 10 millió magyar nevében kérjük, hogy tartsák magukat a törvényekhez. De az a helyzet, hogy ami most keresztül mentünk, és hála Istennek sok tanúja van, az nem embernek való. De győztünk. Végző nincsenek mi? A győzelem alatt én azt értem, hogy hivatalos jegyzőkönyv készült arról, az NFA képviselői által leírva, hogy a területeket nem adtuk át. Az egész pályáztatás és az az eljárás, ahogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ alól kihúzták a földeket, az jogilag teljesen megalapozatlan. És véleményünk szerint ezt meg is kell támadnunk, és a Greenpeace meg is fogja tenni az ehhez vezető lépéseket. Ez az önöké, ez a központ, és nagyon bízom benne, hogy a központ is, és a körülötte lévő 452 hektár is az önöké is marad. Ha volt arra okom, hogy ebbe a harcba belemenjek, azaz. És tulajdonképpen Kishantos maga is egy nagyon összetett modell, amiben a demokrácia, a kultúra védelme, a természeti értékek védelme, az egészséges táplálékunk és rengeteg minden meg benne van, amit ez az ügy szimbolizál. Úgyhogy ez adta azt az ötletet, hogy indítsunk el ennek szellemében egy országossá kiszélesíthető mozgalmat, aminek éppen az lenne a lényege, hogy ne egyenként a különböző csoportok a különböző értékekért küzdjenek, mert ezek nagyon izoláltak, és sokszor egymás ellen dolgoznak, hanem legalább lássuk be azt, hogy ezek az értékek valaha mindig is együtt voltak, együtt életképesek, és együtt védhetők meg.